A Madarász Imre Egyesített Óvodában is elkezdődtek az óvodai beiratások, csak kicsit szokatlanabb módon, a gyermekek és a szülők jelenléte nélkül, tudtuk meg Gulyás Ferencné intézményvezetőtől. Aki augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét, az a nevelési év kezdőnapjától, azaz 2020. szeptember 1-től legalább napi 4 órás óvodai nevelésre kötelezett. Mondta el a szakember, akitől megtudtuk, az Emberi Erőforrások Minisztere 2020-2021 nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg. Az óvodáskorú gyermekek adatait az intézmény a hivataltól megkapta, s a körzethatárok alapján a megfelelő óvodába felvételt nyer minden gyermek. A kihirdetett veszélyhelyzet idejére egy rendkívüli eljárás került kidolgozásra, amelyhez a köznevelésért felelős miniszter javaslatot adott. Így április hónapban teljes mértékben más lesz a beiratás rendje, mint a korábbi években volt ez itt Karcagon az intézményünkben, mégpedig a következők szerint fog alakulni. A beiratkozásra április, ugye a városunkban 9 óvodánk van. Mind a 9 óvodánknak vannak utca szerinti körzetei. Így a szülőknek az elsődleges dolga és feladata az lesz, hogy megnézzék, hogy az utca szerint melyik óvoda körzetébe tartoznak. Hiszen a 2020-21-es nevelési évre azok a gyermekek kötelezettek az óvodai ellátásra, az óvodai beiratkozásra, akik a harmadik életévüket 2020. augusztus 31-éig betöltik. Tehát ahol augusztus 31-e előtt 3 éves lesz a kicsi, ott a szülőknek először meg kell nézni, hogy melyik óvodának a körzetéhez tartoznak. Ha abba az óvodába szeretnének beiratkozni, akkor semmi dolguk nincs nekik, hiszen nekünk az ő adataik rendelkezésünkre állnak az oktatási hivatal által. Mi automatikusan föl fogjuk őket venni a körzetileg illetékes óvodába. Csak annak a szülőnek volt teendője április 6 és 15-e között, aki nem a körzet szerinti óvodába szerette volna beíratni gyermekét. Az eddigi gyakorlat az elmúlt években azt mutatta, hogy a szülőknek a munkahelyéhez, a nagyszülők közelségéhez alakították a család napi ritmusát, életét, és ezért voltak olyan családok, vannak olyan családok, akik nem a körzetileg illetékes óvodába szeretnék a gyermeküket íratni. Erre is lesz lehetőség a következő nevelési évtől is. Őnekik a teendőjük az az, hogy április 6-a és 15-e között az intézményünkbe jelezniük kell ezt a szándékukat. Ők munkaidőben telefonon vagy e-mailben jelezhették szándékukat. Személyes megkeresésre nem volt lehetőség. Ugyanitt jelezhették óvodai felvétel iránti igényüket azok a szülők is, akiknek gyermeke 2020. szeptember 1-ét követő 6. hónapon belül betölti a harmadik életévét. 2020. április 21-én az intézmény felveszi a 9 óvodája felvételi körzetébe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik óvodáztatásnak kötelező 2020. szeptember 1-től. Körülbelül egy ilyen 170 körüli adattal rendelkezünk most, akik betöltik a harmadik életévüket augusztus 31-éig. Ők közülük azonban vannak, akik vidéken vagy külföldön már óvodai jogviszonyban vannak, úgyhogy ők ide nem fognak felvételre kerülni, illetve van még egy olyan lehetőség azoknál a gyermekeknél, akik a szeptember 1-e után töltik a harmadik életévüket, hogy szeptember 1 után, akik 6 hónapon belül betöltik a harmadik életévüket, lehetősége van az óvodának, hogy a férőhelyek erejéig a gyermekeket fölvegye. Ez is gyakorlat volt már az elmúlt években, hiszen vannak, akik szeptember 10-én, októberben töltik a harmadik évüket, és ők már nem fogják a bölcsödei életüket folytatni, hanem szeretnének óvodába, illetve olyan gyermekek, akik otthonról érkeznek, és ők már az óvodai életbe szeretnének bekapcsolódni, úgyhogy az ő felvételükre is majd a jelentkezések függvényében lesz lehetőség. Mivel a kialakult helyzetben személyes megjelenés nincs, a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor. Jelen pillanatban nincs szükség személyes találkozásra,
ennek nagyon nem örülünk, hiszen nagyon szeretjük ebben az időszakban, amikor a szülőkkel találkozunk, beszélgetünk arról, hogy hogyan is képzelik el a gyermekek óvodai életét, most milyen helyzetben vannak, milyen fejlettségi szinten vannak a kisgyermekek. Ez nekünk nagyon fontos, hiszen ez az első találkozásunk a beiratást megelőzően a családokkal. Hát most ezt is fölülírta sajnos a koronavírus érkezése, de azt gondoljuk, hogy azok a dokumentumok, amelyek a beiratkozáshoz egyébként szükségesek, az anyakönyvi kivonat, a lakcímkártya, a gyermekek tajkártyája, ezek a dokumentumok a szülőknek rendelkezésére állnak, és amikor az óvodát meg fogjuk kezdeni, én nagyon bízom benne, hogy minél hamarabb, nem is merek időpontot mondani, de hogy az új gyermekek felvétele szeptember 1-től lesz, tehát szeptember 1-től. Ezeknek a dokumentumoknak a bemutatása fog majd megkezdődni, addig pedig csak a telefonos és az e-mailes találkozások és beszélgetésekre van lehetőség. A gyermek felvételét követően a felvételről a szülő írásbeli értesítést kap majd az intézménytől.